Befert a falam. Sziasztok, Matilda vagyok, és ezt a videót most már másodjára veszem föl. Szóval az történt, hogy én felvettem ezt a videót, csak kiderült, hogy nem jó helyre fókuszált a kamera. Előfordul, úgyhogy most felveszem még egyszer. Ez egyébként egy bookhaul videó lesz, és ez lesz az első bookhaul videóm, mert egyébként csak havonta ilyen egy-két könyveket szoktam venni, és általában azokat is egyből elolvasom, szóval így inkább olyan videókat csinálok, amikben azt mutatom be, hogy mit olvastam a hónapban, és nem csináltam még bookhaul videót, de most kicsit elszalad velem a ló júniusban, és hát így most lett elég sok könyv, amit ebben a hónapban vettem, vagy hát nekem sok, mert ennyi könyvet egy hónap alatt még sose vettem, úgyhogy most akkor nézzük is, hogy milyen könyveket vettem júniusban. Az első könyv, amit vettem, az Lila Bowen-től a Wake of Vultures. Hát ez egy ilyen fantasy regény. Ez egy olyan könyv, ami régóta fönn van a várólistámon, és most le volt nagyon akciózó a Book Depository-n, úgyhogy megvettem végre, úgyhogy végre el tudom olvasni. De egyébként annyira nem emlékszem, hogy mi volt a fülszöveg, csak azt tudom tényleg, hogy valamilyen fantasy könyv. És itt a könyv hátulján sem mond nekem túl sokat, ami ide le van írva, de fönn volt a várólistámon, úgyhogy végre megvettem, és végre el tudom olvasni. A második könyv, amit júniusban vettem, az Sarah Silverwood-tól a The Double-Edged Sword. Ez is egy ilyen fantasy regény. Ennek a története lényegében az, hogy a főszereplőnk árvaházban nevelkedett föl, ha jól emlékszem, és aztán meggyanúsítják gyilkossággal, amit ezzel a címbeli karddal követett el, és hogy próbálja kinyomozni, hogy kipróbálja bemártani, közben különböző titkokra derül fény. Ez egy érdekesnek hangzó könyv. A harmadik, szintén fantasy, de ez az utolsó fantasy, amit júniusban vettem. Ez James Barclay-től az Elves sorozat első része, a Once Walked with Gods. Ebbe tündék vannak, és az előző kettő young adult fantasy volt, ez meg már high fantasy. Azt hiszem, amúgy sose tudtam, mi a különbség ezek között, jó, a young adultot azt tudom, de így a high, low, meg dark, meg nem tudom, milyen fantazik vannak, mindegy, szóval ez is egy fantazi. És a lényeg az, hogy régebben volt valami nagy csata a tündéknél, és volt ez a hősük, és azt a csatát azt hiszem elvesztették, és a hős, ez a hős, nem tudom mi volt a neve, mindegy, szóval bukásnak érezte, és így eltűnt végül is a világ szeme elől, és viszály van most a tündék társadalmában, és a főhős ennek a könyvnek azt hiszem úgy volt, hogy meggyőződése, hogy csak ez az eltűnt hős tudja őket újra egyesíteni, úgyhogy őt meg kell keresni. És ez a történet lényegében. A következő könyv már nem fantasy, ez a Now That I Found You című könyv. Ennek a története, van egy nő, meg egy férfi, és a férfinak van két gyereke. És végülis a történet arról szól, hogy ők hogyan találkoznak, és a kapcsolatukról. Így nagyjából ez a történet, és nagyon szép borítója van. Igazából azért is akadt meg rajta a szemem, mert így megláttam a borítót, és te érdekesnek hangzol. És érdekesnek is hangzik, úgyhogy majd szép lassan sort kerítek rá, hogy elolvassam ezeket a könyveket. A következő a The Shadow Year. Hát a története az az, hogy néhány barát elment a 80-as években egy ilyen erdő közepén lévő elhagyatott házhoz, de aztán ott történtek dolgok, nem tudom milyen dolgok, nem volt benne a fülszövegben, és később a főszereplő nő szintén elmegy ebbe a házba, tönkrement a házassága, meg az élete, meg mindenféle bajok vannak az életében, és elment ebbe a házba, hogy kicsit kitisztítsa a fejét, de ebben a házban mindenféle titkok vannak, és a főszereplő Lila pedig ezeket a titkokat próbálja kideríteni, hogy végül is mi történt ott. Ez is nagyon jól hangzik, és ennek is nagyon szép borítója van. A hatodik könyv, amit júniusban vettem, az Claire McIntosh-tól az I See You. Hát ennek a története az, hogy a főszereplő lány egyik nap meglátja a képét az újságban, és felfedezi, hogy az összes olyan nő, akinek a képe megjelent abban a típusú cikkben, vagy hát az újságban, azok valamilyen módon meghaltak. Szóval így ő is végül is egy áldozattá válik, és próbálja kideríteni, hogy ki vadászik rá. Így nagyjából ez a történet.
Plusz nagyon szép borítója van ennek a könyvnek, és már alig várom, hogy elolvashassam. Ezen a 6 könyvön kívül júniusban vettem még a Simon és a Homo Sapiens Lobbyt, de arról már annyit beszéltem, hogy most nem beszélnék róla többet. Ezeket a könyveket vettem júniusban. Ti milyen könyveket vettetek júniusban? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!